egy játszótéren beszélgetünk, ami most a te életedben nagyon is aktuális. Igen, mert hogy kismama vagyok, amint látszódik is, és körülbelül 2-3 hét és megszületik a kis gyerkőc, úgyhogy most már nem sokára anyuka is leszek. Azt a mindenit neki, hát azért ez tényleg egy nagy fordulat a te életedben. Na de hát most nyilván azért vagyunk itt, hogy megismerjük a te munkásságodat, életedet, hogy valójában ki is vagy te. Kerekné Mihalik Judit vagyok, egyelőre még nem mutatkoztam be. A Hamza Stúdió egyik tagja, és hát a munkásságom, majd hogyha mutatok képeket, akkor talán jobban lehet látni, mint hogy így beszélni róla. Igazán nem tudom, festeni szeretek nagyon, és szoktam próbálkozni más műfajokkal is, plastikával, grafikával, fotózással, de igazán a lelkemhez közel a festészet állt mindig, és ez úgy érzem, hogy változatlan marad a későbbiekben is. Hogy kerültél a Hamza Stúdióba? Hogyan kerültél ezzel a csapattal egyáltalán kapcsolatban? Hát ez jó kérdés. Már magam sem emlékszem szinte, hogy hogyan történt ez a dolog. Farkas Edit szintén tagja a stúdiónak, és ő a Hamza Múzeumban is dolgozik, és ő nekem osztálytársam volt. Azt hiszem, hogy ő révén kerültem kapcsolatba a stúdióval. Na de a művészetekkel gondolom nem az Edit által kerültél nem. kapcsolatba, és nem. Ez hogyan alakult? Mikor kezdted egyáltalán felismerni, hogy benned rejlik egy tehetség? Igazából már általános iskolában, mert hogy nekem volt egy nagyon-nagyon jó rajztanárom, akit tényleg a mai napig nagyon szeretek, Gyöngyösi Józsefnek hívják, Atkári, nagyon idős már és már nyugdíj előtt álló rajztanár volt, és ő ilyen szakköröket is rendezett, plusz volt neki sötét kamrája is, ahol fotózhattunk, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt így általános iskolásként vele dolgozni, és hát ő volt az, aki mondhatom azt, hogy így elindított ezen a pályán, és utána gimnáziumban Gyöngyi néni volt, aki tanított engem, úgyhogy én ilyen szerencsések közé tartoztam, és hát ezek után úgy döntöttem, hogy csak rajzzal kapcsolatban fogok én tovább tanulni, és így kerültem Szegedre. Ott végeztem a matematika rajztakon a tanári. Na de hát pontosan azért a matematika mégsem a, hát persze bele lehet ugye gondolni a rajzot, de hát a művész lélek azért az csak megmaradt benned, és miután elvégezted a felsőoktatást, mi lett veled, vagy hová kerültél? Hát az az igazság, hogy amint elvégeztem a matematika rajzszakot, rögtön beadtam matematika egyetemre is, úgyhogy elvégeztem a kiegészítőt is, és ez mellett dolgoztam Jászapátin. 5 évig dolgoztam ott, mint tanár. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. És a munka mellett volt idő, akkor ezek szerint alkotni szépen lassan, akkor elkezdtél magadtól dolgozni? Igen. Hát amikor csak szabad időm tehette, akkor mindig festettem. Mi az, amit festesz általában? Mi az, ami inspirál, vagy milyen témák érdekelnek? Hát legjobban a természetközeli témák. Mostanában már inkább elvontabb dolgok is, de régebben a főiskola, meg az egyetem évei alatt inkább ilyen természetközeli formákat kedveltem. És nagyon gyakran festettem tájképeket is éppen ebből adódóan. Most már kezdek átérni másfajta műfajra, inkább ilyen lelki oldalakat érintve, de ott is előfordulnak ugyanúgy ezek a természetbeli elemek a festményeimben. Én úgy látom, hogy el is tudlak képzelni egy ilyen természeti környezetben, mert maga te is egy ilyen sugárzó, természetes egyéniség vagy, és gondolod, hogy ahogyan te változtál, úgy változott veled a kép, tehát úgy változott veled az alkotás is esetleg? Ebben teljesen biztos vagyok. Sőt, úgy gondolom, hogy minden egyes festmény
mutatja azt, hogy már mennyit fejlődtünk, mennyit tanultunk, mennyit változtunk. Ez biztos, hogy minden egyes művész életében, vagy festő, alkotó életében így van. Hogyan alkotsz? Tehát jön a gondolat, és akkor gyorsan papír, ceruza, vagy nem tudom, ecset és festék, vagy ez egy hosszabb folyamat, vagy szépen beosztva alkotsz meg, hosszabb idő alatt, nálad ez hogy működik? Hát ez is sokat változott. Régebben gyakran alkottam úgy, hogy álomképeket. Tehát mondjuk álmodtam egy képet, és akkor azt másnap megfestettem, lerajzoltam. Bocsánat, hogyan emlékeztél az álomra? Mert nekem mindig bajom az, hogy nem emlékszem rá, és egy időben próbáltam úgy csinálni, hogy egy pohár vizet kitettem, és hogy állítólag abban megmaradnak az álmok, és akkor így talán emlékszem, nem jött be. Te hogyan emlékeztél az álmokra? Egy pohár vízzel. Nem, igazából ezek az álmok, ezek pont olyanok voltak, hogy álmomban is festettem. És így könnyű volt emlékezni rá, úgyhogy... Akkor előre megvolt az, hogy mit szeretnél festeni, mit szeretnél látni a vásznon, nagyjából megvolt, hogy mit, és akkor egyértelmű... Meg kellett festeni, igen.